1968-69-ben készültem a zeneakadémiai felvételimre. A Széchenyi Könyvtár hírlaptárában a kolozsvári közlöny évfolyamait kezdtem kutatni zenetörténeti szempontból. Mondhatom azt, hogy egy életre szólóan szerelmese lettem a források közül a sajtódokumentumok kutatásának. Hát a zenetudományi szakon nekem a legnagyobb élmény Szabolcsi Bence személyisége volt. Egy személyben példázta azt, hogy a zenetudomány az művészet és tudomány egyben. Mert művészet abban az értelemben, ahogy a zenét megragadja, de ahogy aztán ezt továbbadja, megfogalmazza tudomány. A Széchenyi Könyvtár zeneműtárában két jelentős nagy gyűjtemény van. Egyrészt az Erkel gyűjtemény. Erkel himnusz kéziratával kezdődik a zeneműtár története. És az 1949 után bekerült nagy Eszterházi gyűjtemény. Centrumában a két nagy Haydn, tehát Joseph Haydn és Mihály Haydn munkásságának szinte a teljes hagyatékával. Haydn kapcsán Katrinnak volt egy ötlete, amit most már osztrák zenetörténeti írás germinusztechnikusként használ, ez az Eszterházi Land. Ez hogy jött ez a fölismerés, hogy az Eszterházi birtokok azok gyakorlatilag önálló kultúrterületként? Értékeltem? Igen. Az Eszterháziak művészetpártoló mecénásként a korabeli Európa legmagasabb színvonalán álló művészekkel, festőkkel, építőművészekkel, muzsikusokkal dolgoztattak. Amit ők Magyarország területére behoztak, az világszínvonalú volt. 1996-ban Strém Kálmán zseniális koncertszervező kikérdezett az többek között az Eszterházi gyűjteménnyel kapcsolatos intézményi terveinkről is. És én akkor javasoltam neki, hogy 2009-ben lesz egy Joseph Haydn bicentenárium. Na és akkor mi lenne az első feladat véleménye szerint, kedves Kati? Mondom, én alakítanék egy magyarországi Haydn társaságot. Azt mondja, ennek a Haydn társaságnak Fertődre kell kerülnie, és ott be kellene indítanunk egy nagy Haydn fesztivált. Azért vagyok itt, hogy a kollégáknak alkotótársa legyek. Könyvtárosi hitvallásom volt, hogy a frissen beérkező műveket mindig átnéztem, a bibliográfiákat végig tanulmányoztam. Nagy meglepetéssel végignéztem, hogy milyen óriási része a Salzburgból, az Eszterházi gyűjteményből a Nemzeti Könyvtár őrzésébe került Mihály Haydn hagyatéknak. Milyen nagy része található itt a zeneműtárban, a zeneműtár raktárában, és melyek azok, amelyek soha nem kerültek kiadásra. És az egyik ezek közül a Mihály Haydnnak a C-moll requiemje volt. Addig talpaltam és telefonáltam, elújságoltam, hogy nekem most vált nyilvánvalóvá, hogy a Missa pro defunctisból egyetlen egy kézirat van a világon, és az nálunk van, és jó lenne, hogyha minél előbb megszólaltatnák. Zene Akadémián Lukin László vezette be azt a nagy hangversenyt, ahol a világpremiér elhangzott. Egy kollega azt mondta, hogy amikor ezt próbálták, azokban a napokban veszítette el az édesanyját, és hogyha éppen akkor nem ezt a művet próbálják, ő nem is tudja, hogy ezt a traumát hogy élte volna túl. Ez nekem megint arról szól, hogy a zene hatalma az ember életében. Na most ilyen pillanatokért érdemes könyvtárosnak lenni, ilyen pillanatokért érdemes zenetörténésznek lenni. Ez a sok minőségi munka és ez a rengeteg hajnaltól késő estig való tanulás. Mindig volt az életemben egy-egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy visszaigazolódik az, hogy érdemes tanulni, és hogy csak így érdemes élni.